De akkor Hende Csaba mire mondja, hogy ő maga hozott pénzt? Van egy útfelújítási keret, ami 1,2 milliárd, ami amúgy nem rég tartott Nemény András polgármester és Tóth Kálmán képviselő sajtótájékoztatót arról, hogy ezt az útfelújítási keretet meg úgy látszik olyan helyeken költik el, ami tényleg bárhol nagyon jó, hogyha elköltik, mert az utak állapota olyan, hogy ez megérdemli szinte bárhol, ahol ők el akarják költeni, de nem egyeztettek a városvezetéssel, nem egyeztettek a szombathelyekkel, és azt a hidat újítja fel Hende Csaba a Szombathelyen, aminek a környékén lakik, és nem azt, amit a legrosszabb állapotúnak tart a városvezetés, és ahol kérték, hogy az legyen az első számú prioritás. Azért ez is érdekes, és szól arról, hogy ő milyen módon fogja fel a képviselői, hogy mondjam, feladatot, sokkal inkább egy földesúri feladatnak tekinti, mint...